Ezzel a speciális terepviszonyokra átalakított autóval indul neki a magyar csapat Halmi István vezetésével a Budapest Bamako Rallinak pénteken. A kocsit szerdán délelőtt bárki megnézhette a városháztéren. Az autóval 9000 kilométer tesznek majd meg a következő hetekben. Mi picit azért a Tordai Milántás iskolában, ami Afrikában van, és egy magyar Afrika kutatóról kapta a nevét, mi, mi nekik készülünk speciálisan hol van? ajándékokkal. Mint Halmi István mondja, több évtizedes álmuk válik valóra azzal, hogy nekivágnak az országokon és kontinenseken átívelő távnak pénteken. Az út azonban sokkal inkább a kalandról és a jótékonyságról, mint a versenyzésről szól. A Bamako Rally az nem a, nem tudom, öregedő kalandoroknak a játszótere, hanem el kell vinni A pontból B pontba, olyan dolgokat, ami B-pontban óriási segítséget jelent. Itt konkrétan ebben az évben oktatási anyagokat, oktatási segíreszközöket, eszközöket afrikai iskolákba. És, és megmondom őszintén, én nagyon szeretem a gyerekeket. Ha ránézek egy pici gyerekre, az őszinte szemére, akkor az emberben az van, hogy, hogy, neki ahova született, ott lenne a helye, ott kellene, hogy boldoguljon, ott kellene, hogy felnőjön. Ezért aztán a csapat az elmúlt időszakban rengeteg adományt gyűjtött országszerte, amiket elmaradott afrikai országok iskoláiba juttatnak el. Több dobozni krétát, tollat, laptopot és tornazsákot visznek magukkal. Az akcióhoz pedig a Fehérvári önkormányzatot is megnyerték támogatónak, így a város címere is felkerült a csapat rally autójára. Írószerek, papírhoz kapcsoló, papírból készült oktatási segédanyagok, füzetek, ezek azok, amik a pénzügyi támogatás mellett támogatásként a jótékonysági célt is segítve felajánlásra kerültek a város részéről, és hát értelemszerűen próbáltunk mi egyéb módon is segíteni, akár a logisztikában a csapatnak, és ezért kértük meg őket arra, nem volt nehéz, mert maguk is felajánlották, hogy egyszer itt a város főterén az autó bemutatásra kerüljön, és egyébként az az érdekes, hogy a, a csapatnak Miskolchoz is van köze, úgyhogy most itt két város összefogása is kicsit megjelenik ebben, is, hiszen Miskolc is adott hozzá támogatást. A csapat Fehérvári vonatkozását Garamvölgyi Zoltán adja, aki a Fehérvári önkormányzat dolgozója. A versenyző azonban kedden egy szerencsétlen baleset során szilánkosra törte bal kezét, mely műtétre szorul, így ő végül itthonról tudja csak segíteni az út során a csapat munkáját. Mivel az orvosok azt mondták, hogy így semmiképpen ne induljak el, mert műtétre várok. Így én a háttérból fogom minden segíteni őket, logisztikával, koordinátákkal, GPS-szel, szállásokkal, <coughs> amit előre el lehet intézni, mert azt mondták, hogy odakin csak a macsétát ismerik műtétnél, úgyhogy <coughs> ezt muszáj megcsinálni. És nem javasolták, mert hogy olyan marad, mivel szilánkos a törés, olyan maradandó károsodások lehetnek belőle, amit nem biztos, hogy megérje ezt a három hetet. Nagyon nehéz döntés volt, nagyon. A több héten át tartó futam többek között Szenegát, Gínát és Marokkót is érinti majd. A csapat a dzsungelben, kavicsok között és sivatagon keresztül is vezet majd a következő hetekben. A tervek szerint február 15-én érnek majd Sierra Leone fővárosába, ahol a csapat az addig vezetett autót is jótékony célokra kívánja majd felajánlani.